Hello, hello, srácok! Szevasztok, csodálatosan szép délelőttet mindenkinek! Üdv, Mr. Dimitrescu, Mektó, Tomi Pasti, The Game, Hungary, Nosejmár, Milky, Rilovercam, Szevasz, Miguel, Kármer, Szilvi, LP, Mag, BLZ, üdv mindenkinek, srácok! Hát na, elérkeztünk végre a kedvenc napomhoz. Várjatok, szerda van? Szerda? Igen, abszolút, képben vagyok, mint mindig, hát ezért kedveltek olyannyira nagyon, hogy semennyire. És hát tegnap túl lettünk, ha szabad így fogalmazni, talán ez a legmegfelelőbb szóhasználat, az Alienen, úgyhogy a mai napot délelőtt és délután is egy kis lazulós, nevetős indie játszással fogjuk tölteni, megnézzünk pár olcsóbban elérhető kis apróbb játékot, de hát ez nem fogja lejjebb venni a szórakozás minőségét remélhetőleg. Nagyon fontos, most elmondom mielőtt késő, bármelyik percben jöhet egy futár, aki tegnap a Neuro EB döntő közepén jött, szerintem most is legalább ilyen alkalmas időpontot fog választani, úgyhogy lehet, hogy egy perc múlva kimegyek egy percre, csak hogy tényleg egy abszolút bilincselő adás legyen ez a mai, csak gondoltam szólok. Már annak fényében, hogyha lesz annyi, ez már mint hogy lesz olyan kedves, és föl is hív, és észre is veszem, csak mondom. Puma kérdezi, ez végigjátszás lesz-e? Puma, egy 15 másodperce említettem, hogy ma megnézünk indie játékokat, többet is, ha ebből nem volt egyértelmű, vagy ha nem volt egyértelmű az elmúlt 3 évből, nem lesz végigjátszás. A végigjátszásunkat az újat pénteken kezdjük, ma indie játékokat fogunk nézegetni. A ma délelőtti indie játékunk pedig a Mr. Prepper, ami, hát, mint az összes hasonló játék, YouTube-on elég nagyot ment, főleg külföldieknél, de szerintem itthon talán a KD csapat. Minden esetre foglalkoztak vele magyar videósok is. Elég jó kis ilyen menedzsment, építkezős, túlélős játéknak néz ki, ahol az elnyomó állam orra alatt titkos bunkert kell építeni. Szerintem tök jól hangzik, borzasztó pozitív értékelése van egyébként Steamen, és azt is megmondom nektek, hogy az ára euróban mérve, külföldi valutában 14-27. Tehát, hogy egy elképesztő olcsó 15-17 eurós játékról beszélünk, most kicsit le van árazva 15%-kal, gondolom ugye a nyári Steam vásár miatt, úgyhogy ennek fényében, akinek tetszik, az így számoljon a pénztárcájával. És hát ennyit erről vágjunk bele. Gyorsan, ha valakit érdekel, mert úgyis meg fogják kérdezni, de közben is, szóval mindegy. Igen, néztem a tegnapi meccset, igen, jót röhögtem szegény spanyolokon, hogy mindent tudnak, mindent a legjobban tudnak, csak gólt lőni nem. Úgyhogy, hát na, ez volt, most pedig legyen videójáték. Azt mondja Mr. Prepper, majd megtold a raftot PLS. Srácok, mondom, 20 perc múlva kezd Pisti a szülinapi streamjével. Na nyugi. Ó, hát magyar a játék. Na, mit akartok ezzel? És miért ellentétes irányba mozog a kamera, mint ahogy a zegeret mozgatom? Ott az a háttérben nem néz ki túl kellemesnek. Mint hogyha egy kisebb gomba felhőit megnehezíteni a látási viszonyokat. Na jó. Azt mondja, hogy megpróbálok itt beállítani dolgokat. Már így hangerő szinten, grafika max, V-szinket adjál. Jó, fényerő. Hát azt mindig kicsit följebb szoktam húzni, mert nem látok. Kicsit följebb húzzuk. Azt is pipáld be, minden pipálj be. Film grain az undorító, azt vegyük le. Alkalmaz. Igen. A közösségi a fordítás, igen. Hangerő. Ők ezeknél a menedzsment játékoknál lehet hang, csak a zenét lejjebb veszem. Így. Környezet, effektek. Jó, majd állítjuk a hangot közben. Na, vágjunk is bele, srácok. Mr. Prepper. Mr. Preparáló. Az előkészítő. Közben köszönöm szépen Edui, The God of Chaos, az 5 hónapot Marci, szintén az 5-öt, Ganzicsa 3-at. Köszi. Új mentés, normál game, normál nehézségi szint. Első nap, mehet. Nyilván, tip, készülj a legrosszabbra.
Szeretem, amikor így kezdődik egy játék. Dolfi, köszi neked is a 11-et. Fun fact, írja Mr. Proli, ha egyszer atomvillanást látsz, nézd meg jól, mert többet nem fogsz. Köszönjük szépen. Na, tutorial, mehet, hülye vagy. The plague and the change of the government. Ooh. This town has been unbearable. Ooh. Lifeless. Filled only with boredom, propaganda and control. Ooh. I've tried to escape and I failed this time. Rendőrállam, elnyomás. But I'll find it. They call me Mr. Prepper. Prepper úr. Prepper úr meg akar szökni ebből a borzasztó elnyomó államból, tehát ez a történet. És igyatok Dr. Peppert a játék mellé, igen. Martin, köszi a 2 évet. És barackos budipapír a csír, boros a subgiftet, peregjen a gift. Köszi, köszi. Na, ez a fekete képernyő, ez egyébként nagyon jó, de végeztem a szabbeolvasással játék. De a gitárpengetés is tetszik nekem egyébként. Molnár, köszi neked is a dupla giftet, Dartmogyi a 4 hónapos tier 2-t. Hát akkor addig olvassuk a selloutot, amíg arra várunk, hogy legyen videójáték. Ja, ez már az! Ja, rá kellett kattintani az egérrel a képernyőre. Ez mindig egy kiváló fejlesztői döntés. Na! Kicsit ilyen flash játék grafikája van, nem? Visszaértünk a lakó helyére, polgár! Köszönöm, Mr. ügynök. A szökési kísérlet miatt lefoglaltuk a járművét. Nyilvánvalóan önnek tilos újat vásárolni. Akkor kap be. Az ügynökség reménykedik abban, hogy nem kísérli meg ismét elhagyni Murikaville-t. Murika. Jó. Persze, most azt tervezem, hogy beleszeretek a városba. Hogyne, persze. Dicséretes hozzáállás, polgár. Ön próbaidő alatt áll mától kezdve. Rendszeresen eljövök ellenőrizni. Jó. Tehát folyamatosan figyelni fog minket a kormány, mert megpróbáltunk megszökni az országból. Jó. Minden szabályt tarts be, és akkor csak formalitás lesz a látogatás. Isten áldja az elnököt. God bless Donald Trump. Mi? Nem, ez nem az, nyugi. Na. Hű, de lehet zoomolni. Oda néz. Na, tutoriál. Hadd vezesselek körbe. Mutasd. Bejövök a házba. Kamera mozgáshoz. Jobb egérgomb vagy VASD? Nagyon jó. Bal egérgombbal Mr. Preppert irányítjuk. Át tudunk sétálni a szobákba, fölmenni is tudok. Nagyon jó. Micsoda jó kis számítógépe van, oda nézz a Core Intel Pentium Duo Core 2. És ha duplán kattintunk, akkor futunk. Hát ez ilyen This War of Mine-os irányítás eddig. Igen. Kat, jobb klik bármilyen tárgyra, hogy lásd, mit tudsz vele csinálni. Hát nézzük meg a hűtőt. Megvizsgálom a hűtőt. Megvizsgálom. Ott van, hogy miből kell építeni. Itt tároljuk az ételt. Jó. Elfáradtál a szökéstől, megérdemelsz egy kis alvást. Na, pihenés. Játék elején már aludni kell. Ez nekem. Ott egy szomszéd! De ez milyen bőrszerkóba van? Nagyon menő, jó. A szomszédságban itt összebarátkozunk mindenkivel, ezt olyan lázadást szítok, hogy beszarta. Jó. Itt megy lent egy óra, vagy én nem tudom, hogy mi, hát gondolom valami óra. Meg itt fel lehet gyorsítani az időt. Jó. Éhes vagy, egyél. Megyek is a hűtőhöz. Dani, köszi a giftet, Eldahar a csírt, pörög a hype-onat. Leszettül pörög. Krisz, neked is a 42-t, Bidi Marcellos a csíreket, szintén köszi. Jaj, bocsánat, ne nyissad ki a hűtőt, várjál, itt mellé kattintottam. Mit tegyek? Káposzta, cukorrépa, leves, energiaital. Hát egy levest adjál, egyet. De ne ötöt, egyet. Tehát lehetne, hogy egyet. Tehát, hogy egyet szeretnék. Külön választ. Egy. Köszönöm, azt húzd ki az inventoridba ide, mert így látjátok is, köszönöm. És akkor hogy jobb klik, enni. Nagyon jó, feljebb ment itt fönt a HP-nk. Fasza. Tartsd a készültségedet magason, ez itt a készültségünk, ez a piros csík itt fönn középen, jó. Ez a legértékesebb statisztikád. Jó. Ha ez nullára esik, elájulsz. Azt mondjuk nem kéne, igen. Maradj jól táplált és kipihent. Jó.
Tehát aludni kell, meg enni, és akkor ez itt magasan marad. Ellenőrizd a menekülési terved. Ja, hogy észre se vettem. The ultimate plan. De hogy ezt nem fogja megnézni a kormány ellenőr ügynök bácsi? Tehát ezt nem kéne itt kint így ilyen... ilyen nyilvánosan tartani. Első számú cél a túlélés, második számú cél a szökés. Jó. Odaépítünk egy bunker... Na, kezdődik. Nagyon jó. Első szoba építése a bunkeremből. Nagyon jó. Hogy kell bunkert építeni? Mutasd meg. Na, itt egy házikó. Titkos bázis. Dur. Épít. Elkezdődött. Oda néz. De nyomja. Milyen építői iskolát végeztünk? Ők ehhez egyelőre csak egy ásó kell, meg egy kicsit betonozni, de... Milyen jó lenne, így lehetne pincét építeni, nem? Oké, barkácsolnod kell egy létrát a bunkerhez. Hát figyelj, kimegyünk a hátsó kertbe. Nem látja senki. Milyen szép erdő van mögöttünk. Igen. Textil. Hát de valamit csinálja az a text. Megragad. Aha, ott a barkácsasztal. Nagyon jó. És egy kicsit rozsdás. Munkapad, a preperek legjobb barátja. Barkácsolás, szétszerelés, a munka mágiája. Jobb, ha rejtve marad. Jó. Na, létrát kéne csinálni. Szükséged van egy kis fémre és némi fára. Vegyél 8 egység fémet. Kitől vegyek fémet? Van itt ilyen fémkereskedő az utcába? Ja, itt a postán lehet rendelni. Kereskedés. Hát, de ott van fönn a számítógép, hát nem lehet az Amazonról egy ilyen 25-30 kiló fémlemezt rendelni? Miért kell a postaládához kimenni? Na jó. Igen, megtaláltam The VR Pisti titkos gamer bunkerét, ez lesz a cím. Rendelj valamit, és 2 óra múlva megkapod. Ahhoz képest, hogy ez egy elnyomó állam, képest elég jól lehet. Szergej! Ja, hogy van egy barátunk, Szergej! Aha! Na figyelj, Szergej! 8 darab fémet adjál, Szergej! 50 dollárunk van, ez 32-be kerül. Mehet. Hát most már nem sok maradt. És így meg... Nőtt a bizalom szintem a szomszéddal, és ezért már Nancyvel és a szupermarkettel is tudok kereskedni, mert ott a bizalom szint. Amúgy eddig tetszik ez a játék. Minden alkalommal, amikor szintet lép a bizalmatok, több és jobb ajánlathoz férsz hozzá. Király! És új kereskedési lehetőségeket nyitsz meg. Na jó. Na jó. Akkor most meg kell várni, amíg megjön a cucc. Menj az erdőbe és keres fát. Ja, hogy el lehet utazni, várjál már. Erdő! Még fát vágni, olyan dolgos kezek lesznek itt, hogy csak na. Fedboy, köszi a 27-et, Túros Batyú, a Csír Dani, a giftet. Köszi. Na. Áfonya. Hát szedd le az áfonyát. Nagyon jó. Azt vágjad is a fát. De nem kéne ahhoz ilyen balta? Aha. Lehet, hogy ág... Ott egy Bambi. Na jó. Farönk. Megragad. Ja, hogy azt így zsebre rakom a farönköt. Hát nyilván. Nem? Persze. Hát... Ti nem szoktatok kimenni az erdőbe és... ilyen 100 kilós rönköt így a farzsebetekbe beilleszteni, nem? Nem így megy. 2. Háhom. De ott még van áfonya, várjál, hát azt főzünk belőle, hát vadáfonya legjobb. Frissen pisilt rá a Bambi. Hát ez tele van tápanyaggal. Jó. Ezt itt lehet használni? Lehet ilyen csapdákat kirakni? Aha. Élőhely. Jó, hát az egyelőre még ilyen kis nebulók vagyunk ehhez. Haza kell menni. Menjünk haza. Igen, kicsit fáradt a karakterünk, de még teljesen jó. Hát ilyen egyharmadig van, az még teljesen jó. Tiszta Minecraft. Így van, ez a Minecraft. Tehát nézzétek, és 4.90 ki. Abszolút, ez full már. Oh, postás bácsi. Te se éhezel, azért látom, jó van, olyan vagy, mint én. Megjött a fém. Lehet vele beszélni? Hello! Néhány graffiti jelent meg város szerte, furcsa szlogenek az ébren maradásról, meg szemrajzok is. Illuminati abba a pillanatba.
Ja, ennyiről lehet vele beszélni. Jó. Na! Szét kell szerelni három rönköt. Aha, és akkor lesz belőle fa. Nagyon jó. Hát szereljük szét a rönköket, amiket szedtünk az erdőbe. Ú, hát olyan bunkerünk lesz, srácok. Barkácsol. Szétszerel. Ott nyomja. Nyomja Johnny Jackson. Nem lehet egyszerre beállítani, hogy hármat szereljen szét? Nem úgy néz ki. Jó, és akkor egyes szintre felfejlesztjük itt a barkácsasztalt. Már átvettem a fémet játék. Úgy. Hú, nagyon lemegy a nap. Remélem mehetünk aludni. Passa. De mindjárt összeesünk a fáradtságtól. Na mindegy, csinálok létrát. Lehet, hogy az a tutoriál része, hogy itt elaludjunk. Nagyon jó. Mehetek pihenni? Csak helyezd el a létrát. És hogy? Megvizsgál. Ja, várja, ott! Várja, itt az inventorimban van. Aha. Próbálom. Igen, próbálom. Ott kattintok. Nem annyira akar működni. Jaj, fogd meg és do... Ja, áj, így draggelni kell az egérrel, így oda kell csak húzni. Jó, na menjünk aludni, mert... Alvás. Igen, szerintem a játék az nem szól nekünk. Hogyha alt és bal egérgomba gyors megragadás. Nem a legjobb idő? Ja nem, jó, akkor nem alszom. Lámpák kellenek a bunkerbe. Azt hogy csináljak lámpát? Szükség van üvegre. Szedj szét a munkalapodon valamit. De, tehát hogy... Ez biztos, hogy... Érdekes. Érdekes. Neutron csillag, köszi a három hónapod. Nem alszik a karakter. Jó, akkor... Fehér kupa. Ezt vegyük magunkhoz. Zöld kupa, ezt is. Itt ezeket szana szétszedem, érted? Hármat kell szétszedni? Nem, azt nem mondta, hogy mennyit. Jó. Barkácsol, vagy várja, hol barkácsol? Lámpát kéne csinálni, az hula lámpa. De szét kell szedni az üveget, ja igen. De, tehát meghal a karakter, az nem zavar senkit? Jók, tanultunk új receptet. Ott van fönn. Fali lámpa. Craft. Jó, akkor egy üveg kell csak a lámpához. De hogy meghal a karakter, tehát hogy meghalok. Jó, lámpa a bunkerbe. Há, hova rakjam? Hát, ott hova rakjam a lámpillany középre kéne, nem? Tessék. Ez a játék, ez így fura lesz OCD-sel, mert mindent bárhova le lehet rakni. Aludnod kell, hát na végre. Jó. Még hajnal három előtt, de amúgy még csak fél tíz van, ha ez itt az idő. 21:42, hát ilyen korán lefekszik. Mondjuk voltunk az erdőbe fát szedni, nem csodálom, hogy fáradtam úgy. Süveges Bence, köszi a szabot neked is, üdvüd. Aha, és akkor így vége a napnak. Ú, és akkor ott jön a vizsgáló, jön az ügynök holnap. Ó, jaj. Jön az ügynök, mindennek vége, jön az ügynök. És az így azt is észreveszi az ügynök, hogy például a poharakat elvettem, vagy mit fog vizsgálni az ügynök? Ügynök lassan megérkezik. El kell rejtened a gyanús tárgyakat. Hát mondjuk ez a létra elég gyanús. Ezt nem tudom ráhúzni a szőnyeget erre a izére? Vagy nem kell? Hát de ott a létra, hát az... Na ez, meg azt se fettem le. Aha, na hát ez némileg gond. Itt vagyok, itt ők Mr. Ügynök, itt vagyok, hello. Hello. Restart the game. Oké. Semmi törvénytelen, azzal a padlóval ne is törődjön. Ajjaj. Észrevette a létrát. Ilyenkor nem is tudok mozogni? Nem, ez kellemetlen. Első pillantásra tisztességesnek. Hát így azt elfelejtettem lefedni az asztalt.
az csak egy asztal, jó? Tehát, hogy semmi gond. Semmilyen gond. Aha, az gond, nem tetszik neki az asztal, bazd meg. Én közben éhen is halok, ehetek? Ne büntessem már meg. Azt is el kellett volna rejteni. Igen, tehát a menekülés itt... Aha, ez... Igen, ez némileg gond. Tehát az ultimate plan... Na, hát legalább most rájöttem, hogy elrontottam. Igen, az... Ne, az csak ilyen fantázia! Az csak... Öljük meg az ügynök! Na hát, ez kész, kész. Menjünk a kóterba, bazd meg! Lejtjük a szappant, vége! Olyan anális, majális kezdődik, hogy kész, vége. Hát, semmi gond, semmi gond. Igen, kész. 100% gyanú. Kész. Vége. Kész. Mehetünk a kót. Kész. Vége. Kész. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, srácok. Holnap találkozunk. Hello. Na nem, nyugi. Nyugi, nyugi. Ezt csak meg akartam mutatni, hogy mi történik, hogyha így csináljátok. Fordíts már meg, tesa! Mi az, hogy nem a legjobb idő erre? Hát, bless the president, az nagyon tetszik. Megragad, de hát a szőnyegetre... Mit csináljak? Letakar. Á. Mindjárt jövök. Mindjárt jövök, Jackson. De gyorsan csináld már, tesó! Megragad! Úgy, egy zsebre raktam. Mondjuk így is lehet alapvetően. Na, na, most minden rendben van. Jövök! Jövök, főnök! Itt vagyok! Minden rendben, hello! Gyere, gyere! Gyere, nézzél szét! Minden rendben van! Hát te kiváló állampolgár vagyok, soha semmi rosszat nem csinálnék. Természetesen. Tehát abszolút nyugodtan nézzél szét. Hashtag elsőre. Mindent rendben lehet találni az objektumban. Itt a lakóvezetben, mint olyan. Hát nyugodtan. Nyugodtan. Csak a zsebeimet ne nézze meg, jó? Mert egy kurva nagy fémbarkács asztal van a zsebembe, de most azzal ön, mint olyan, ne törődjön. Remélhetőleg a zsebeimet nem kutatja át, mert az kellemetlen lesz. Mr. Schofield vagyok, tele tetoválva a tervel, de mindegy. Miért gyanús a barkács asztal? Hát nem gyanús, csak gondolom be van tiltva, hogy nem barkácsolhatnak semmit az állampolgárok. Kilóg az egyik lába a zsebemből, az a fasz, már mint... gyanús elemek, túl sok hordó. Az is baj, hogy túl sok a hordóm. Na, azt is el kell rejteni. Jó, tehát nem lehet túl sok hordóm. Fasza. 2/1, az nem tudom mi. 3-as. 3-ast kaptam? 5-ös osztályzatból? Hát egy közepes tanuló vagyok. Közel volt, legközebb óvatosnak kell lenni. Rakd a munkapadot a bunkerbe. Na várja, előbb együnk egy levest. Együnk egy levest, mert nagyon éhes a karakterem. Jó. Figyelj. Ja, de van nám áfonya, az megromlik? Vagy miért piros? Várjál. Eredeti, megjelent, hogy megfőzhet. Miért piros? Lehet, hogy azért, mert tilos? Megeszem az áfonyát. Gondolom lehet, hogy főzni. Először megeszem a levest, mert az áfonyát meg kell főzni később. Jó. Na, a munkapadot elrakjuk a bunkerbe. Inventory. Az egy munkapad. Ott miért narancssárga vajon? Nem tudjuk, de odarakom akkor. Tehát, mint mondtam, odarakom. Nem tudok... Ja, de várjál, hát nyissad ki a izét, felfed. Le kell venni a szőnyeget. Nagyon jó. Lerakjuk a munkapadot. Assza. Amúgy lehet, hogy ezeket így vissza kéne helyezni, nem a polcra, vagy... I didn't even have time for breakfast. De hát már ettem! Azt mondja, főzzek. Megfőzöm az áfonyát. Jó, most előre gondolkoztam a tutoriába, nem kellett volna. Jó. Dobd össze a nyers hozzávalókat, és lesz étel. Jó, hát semmihez nincs. Áfonya smoothie. Hát tök jó, most nincs, megettem az áfonyát. Jó. Legközelebb főzök, köszi.
ellenőrizd a naplódat. Olyan keményen nézünk, hogy beszarsz. Hiper-szuper terv ellenőrzésével kéne kezdenem. Jó, akkor megint föl kell menni a tervet megnézni. Olvas. És akkor itt most szerintem vége a tutoriálnak, itt jobb fölül, ahol az arcom van, kiírta, hogy ez a küldetés. Bazeg, tök jó ez a játék. Eddig szerintem. Nekem tetszik. Lecsostás, köszi a 23-at. Köszi. Növénytermesztés, élelmiszerforrást kell létrehozzak, azt mondja a terv. Jó. Nagyon jó. És az ügynök ezt se láthatja. Föld alatti farmot kell építeni, srácok. 5 talaj. A munkapadon barkácsolható. 5 vetómag. Előfordul, hogy találsz otthon. Vagy a kereskedésben. Jó, fordítsd vissza. Király. Lehet pauzolni? Hogyha escape-et nyomok. Volt itt valami időgyorsítás is. Na mindegy. El kell pakolni a izéket, mert ez gyanús volt neki a hordó. Szerintem csak egy hordónk lehet. Ezeket így elvinném. És így ezeket rakjuk ide le. Jó, mert én abszolút, tehát én mint a polgár vagyok meg, tehát mindent elrejtünk, ami gyanús, érted? Kitöltöm a nemzeti konzultáció... Mi? Nyugodjunk meg egy pillanatra, nyugi. Igen, semmi olyan. Így, oda. Olajos hordó, király. Na, ezeket nem tudom visszarakni. A polcra, de visszarakom, a poharakat is visszarakom, érted? Hát példás vagyok. Majd ha kell üveg, akkor leveszem megint. Ez mindent meg... Azt hogy sikerült odarakni, tesó? Tesa. Azt ragad már meg, mert az OCD-met kinyírod. Azt, jó, akkor lebegjen ott, gratulálok. Na! Hát kérlek szépen benneteket, vetőmagot kéne találni. Vagy répa, de várjál, kell csinálni először izét. Kell csinálni. Talaj. Egy talajt kell csinálni. De az nem kéne új szobát építeni? Vagy azt nem lehet? Várjál, ott meg lehet állítani az időt. Na várjál. Zöld kupa, nagy műhelypolc, kis falipolc, munkapad, baseball ütő, csapda, falilámpa, bunki, egy egyszerű ágy, létra, fadobos szekrény. Nem tudok új szobát építeni? Gondolom nem. Textil van nálam, föld, pénz. De hát akkor ide hogy csináljak kertet? Hát hova? Talaj. Na várjatok, ez így nem lesz jó. Talaj. Barkácsolok. Jó, hát csinálok talaj. Egy kis talaj. Vagy lehet, hogy a ház... Á, megvan. Jó, megvan. Itt kell építeni. Gárom! Megtaláltam. Házikonnál, köszi. Közben meglett, de köszi. Ja, ha kérdezek, mehet a backseat, csak amikor nem kérdezek, akkor ne, hogyha egy mód van rá, srácok, jó? Nagyon jó. Nagyon jó. Passa. Kell egy létra. Gondolom ide is. De ahhoz kell fém. De várjál, volt nálam fém. Nem volt nálam fém? Akkor kell fémet is rendelni. 3 fém kell a létrához. Jó, akkor... Fémet keresked. Jött levelem! Na, hát... szomszéd Marika lehet, hogy... Várjatok, morcos ügynök. Az ügynöki jelentés negatív. De miért nem negatív? Levél. Virágos levél, gyönyörű kézírással. Mutasd már meg. Kedves szomszéd, szereti a virágokat, gyógynövényeket? Nehezen tud barátokat szerezni? Jöjjön napközben az erdőben. A helyi gyógynövényes. Hát ez ilyen titkos... titkos mindenféle van itt. Na figyelj, Szergej, drága ruszki barátom, Szergej. Fémre lenne szükségem. Raklap, de ne raklapot adja, fémet, bazd meg. Textil, föld. Nincs fém Szergejnél. Szergej átbaszott. Nancynél semmi. Ennél meg ilyen magok vannak. Hűha. Na várjál, semmi gond. Hát akkor valamit szétszedek.
Mi van itt fémből? A kuka fémből van? Azt mondja, meg tudom nézni, hogy milyen alapanyagokat adnak a tárgyak? Vagy nem lehet így szétszedni random dolgokat? Ezt nem írja. És a... Várjál, vannak itt dolgok. Egy ilyen fő... Megvizsgálom. Az három fémből van a vízforraló, és ha azt szétszedem, akkor... Nem tudok csinálni izét? De tudok, ott a lábas. Hát már szedem is szét, már szedem is szét. Azt az ügynök észreveszi? Hát az... Jó, hát ha majd kell, akkor... Jó, és a hordó miből van? Az földből van. De ne, a hordót nézzen. Megvizsgál. Az is fémből van, add ide az olajos hordót is. Érted? Basz, szétszedek mindent, érted? Olajos hordó. Lehet, hogy ezt a vízforralót nem kellett volna szétszedni. Nagyon jó. És már mehet is a létra. Ja, nem barkács, létra. Nagyon jó. Hú, bazdeg, mindjárt elalszok. Ilyen kávét nem lehet inni? Nem volt a hűtőbe kávé? Szimmetrikus, vagy mi párhuzamos legyen a létre. Na bazd meg, csak hívott a futár, és nem vettem észre. A kurva élet. Bocsánat. Kell egy lámpa is. Még nagyon nem szoktam meg a játék irányításán. A lámpához mi kellett? Üveg. Hát akkor csak két szét kell szedjek megint egy ilyen izét. Mindjárt alszol, várjál, most még ezt csináljuk meg. Üveg. Lila kupa. Szereljed szét. Na jó. De várj, ott a falat nem lehet lebontani, srácok? Ezt nem lehet egyben nyitni ezt a szobát? Valahogy csak lehet, nem? Ja, de nincs szétbontva, csak ott középen van valami Jackson. Vagy hova lett a lámpám? Hova lett a lámpám? Na jó, menjél aludni. Mindenbe a fémet keresem, csak nem tudom, hova lett az izzóm. Én nem csináltam meg, csak az üveget csináltam meg, jó? Pihenj le, brácsa. Jó, van egy hetem a következő vizsgálatig, úgyhogy tök jók vagyunk. Krebi, köszi a 31 hónapot közbe. Epiret Planet köszi a 36-ot, és Doki köszi a 41-et. Szendóhinal a Tier 3-as 4-et. Köszi. Köszi, köszi. Na. Most akkor megcsináljuk a kertet, értitek? Olyan föld, mondjuk, hogy mitől fognak a föld alatt nőni a növényeknek, mindegy, én nem értek hozzá nyilván. Fali lámpa, craft. Ja, amikor építesz a nyilakkal, tudod nagyítani a szoba területét. Köszi, United Dudes. Köszi, köszi. Nagyon jó. De hát nem tudom, hogy hol van középen. Hát ott nem középen van, oda miért nem engedett középre rakni? Ú, ez a játék, ez kicseszik az OCD-mmel. De középre akarom lakni, ott van egy köztes fal. Szemét vagy amúgy játék. Nagyon szemét. De át tudok sétálni ide. De akkor miért nem megy át a fény? Na mindegy, ne törődjetek ezzel. Viszont akkor kéne még egy lámpa. Várja, van egy talajom, ugye? Inventory, talaj. Oda ültessél szépen. Jó, kell bele növény. Azt tudunk majd venni, ugye? De kéne még talaj, hát több növény kell. Mi volt a küldetésem? 5 talaj. 4-et csináljál. El fogunk ott férni? Nem fogunk ott elférni, az a baj. Igen,
Platina Gamertől elbúcsúzunk, remélem az egy perma volt, ha nem, akkor menjen, köszi. Úgy. És akkor ezt nem így kitom... Ah. De itt most megint lesz egy izé, egy... Az a baj, ezt most már nem tudom átépíteni. És ez mibe kerül, hogy építek? Az a baj, itt elbasztam, hogy itt ilyen kicsi szobát csináltam. Ezt már nem tudom visszacsinálni sehogy. Vagy ha kiveszem az itemeket, nem? És így, hogy len vagyok, le tudom venni a létrát. Menjél föl. A létrát ki lehet venni? Szobafejlesztő doboz, az mit csinál? Fejlesztés. A létrát föl lehet venni? Megragad. Ja, de akkor ezt is szét kell szedjen, bazzeng. Aha. Jó, megszopattam magam. Nem baj, hát most ez így. Játékbemutató, gyakorolunk, hát belefér. Közben ennem is kell. Ne hagyj éhen. Tudom, nagyon éhes vagy, nyugi. Van még leves. Menjél a hűtőhöz. Én nagyon elfárad a karakterem, hogy ennyit építek. Nyilván ez rohadtul nem ideális, amit most csinálok, de hát na. Tanulópénz. Jó, és akkor most le kell menjek. Ki kell szedjem a másik szobából is a gedvát. Na bazd meg, ezt meg nem izé lett. Ezt nem párhuzamosan alárakja. Na jó, most őrít meg a játék. Vagy alárakta párhuzamosan? Passa. Megfixálok itt minden, srácok. Király. Úgy, na. Na így már jó lesz. Így már, na. Na. Ez már ház. Össze fog esni? Nem, még ezt megépíti. Jó, hát nem haladtunk hatékonyan ma, de rengeteg földet szereztem. Menjél aludni. Az a baj, már este hatra el. Tényleg kéne a hűtőből valami, amilyen energit ad. Majd elmegyünk az erdőbe, szerünk növénytet. Energia ita. Aha. És ezt megeszem. Ó! Ó! Konnichiwa! Jó, edd meg a maradék áfonyát, mert azt most már úgyis elvasztam. Káposzta. Abból majd főzünk. Vagy elültetem. Jó. Kéne még üveg. Tányérokat meg tudom vizsgálni. Tányér üvegből van. Aha. Csak nem fogja leszámolni a tányérokat. Jó. Szana, szétszedem. Az a baj, hogy az ilyen hatékonysági játékokban én rossz vagyok, mert én azon izélek a legtöbbet, hogy szép legyen a bunker, nem azon, hogy hatékony. Jó, és akkor lámpa. És csak egyet csinálunk. Passa. Azt is oda nagyjából középre. Ott az OCDM óta kis építkező pingvin. Na, hát az most mehet, igen. Jó, és akkor ide rakjuk, itt lesz a kis kertem, nézzétek. Tudj. Passa, ugye 4 kell és nem 5. 5 kell, bassz meg, 5. Kicsi ez. Semmi baj, fölvesszük. Azt is fölvesszük. Nem vagyok ideges, srácok. Ti se legyetek idegesek. Ez minden a terv szerint halad. Minden rendben van, jó? Itt most ezt egy picit visszabontjuk, és holnap újra kezdjük, mert 9:30-kor aludni kell.
Jó? Vagy elég ilyenkor pihenni? Mi a különbség a pihenés meg az alvás között? Azt nem mondta el a videójáték. Na mindegy. De azt mondta, hogy 9:30-kor aludni kell. Ja, semmi gond, chat, minden rendben. Visszabontjuk, sokkal jobb lesz. Nem kell sietni sehova. Tehát, ha egy elnyomó államból meg akartok szökni, akkor ráértek. Nem kell elkapkodni. Közben valószínűleg már a félszomszédság itt üzengetett nekem. Na, na most. Tehát nem kettő, hanem háromhoz. Tud, legyen négy, bazdmeg, hát... Inkább csinálok egy rohadt nagy szobát, mint hogy később kiderüljön, hogy megint elrontottam valamit. Bár nem, az túl nagy. Hogyha túl nagy, akkor meg az lesz a bajom, hogy túl nagy, és nem tudom kidekorálni megfelelően. Fassa. Jó sok energiát elvesz ez az épít. De rengeteg földem lesz. Nézzük a jobbikat, rengeteg földem lesz. Építünk belőle egy ilyen sárbunkert is később, ha ez nem jön össze.